A 2010-es kormány nem is Orbán, hanem Simicska kormány volt. A kormány szerkezetéről, a központosítási elképzelésekről, a nagyfejlesztések politikai irányításáról és az EU-s pénzek elosztásáról Simicska Lajos döntött. A 2010-es kétharmad Simicskáé, a 2014-es viszont már Orbáné volt, állítja Kóczi M. Péter. A Simicska-Orbán konfliktus nem a pénzről szól, hanem a hatalomról és a befolyásról. Ezt írt a Kóczi M. Péter, aki most a vendégem. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. És ön is köhög. Én is. De mennyire szép ez a beszéljünk róla, mert akkor lehet, hogy elmúlik, vagy nem jön elő. Aha, jó, oké, rendben van. Tehát egészségügyi magazinunkat akkor befejeztük, és akkor koncentrálunk most már a témára. Nekem meg önnel kapcsolatban nem csak a mostani helyzet és a mostani véleménye érdekel, és nem csak a mostani helyzet jutott eszembe, hanem azoknak az újságíróknak a helyzete, akik most ugye lelkiismereti okokra hivatkozva felálltak Simicska Lajos médiabirodalmából. Ugye itt indult el a pénteki napon az egész történet, és olvasva az írását azonnal beugrott, hogy hát 2004-ben Kócián is felállt lelkiismereti okokból. Na akkor meséljen először arról, hogy milyen felállni lelkiismereti okokból a Hír TV-ből. Nagyon jó így keretezni a történetet ugye a Hír TV-ből, de ez nem Hír TV specifikus történet. Nekem ott telt be a pohár, nyilván a Hír TV-nél is voltak még egyébként Borokai Gábor alatt csattanásaink arról, hogy anyagokat megvágtak. Közben ugye Simicska Lajos átvette a Hír TV-t, és akkor már az ő emberei voltak, amikor én elmentem. De ez más szerkesztőségeknél is lejátszódott, HVG-nél, Népszabadságnál, Magyar Narancsnál, szóval elég szép volt az a lista, nem játszott a szerepet, hogy ez a Hír TV. Egyébként nem is akartak kirúgni, nem az volt a cél, hogy elterülítsenek. Milyen dolog, az embernek amikor elege van, akkor elege van. És én akkor azt gondoltam, hogy az egy dolog, hogy gazdasági okokból megvágunk egy interjút, meg lelkiismereti okokból, különböző variációi voltak, de hogyha egy politikai tévében, vagy egy politikai újság, vagy egy politikai interjút is elkezdünk szabni, és újra szabjuk, akkor a munka a lényege vészel. Én ezzel álltam fel, tehát nagyon az embernek elege lesz bizonyos dolgokból, és azt mondja, hogy én ezt értem, meg emlékszem is, mondom a történetre, ott, hogyha a nézők nem emlékeznének, tehát egy szombaton rögzített Orbán Viktor interjú volt, ami vasárnap került adásba, és ön is meglepetésszerűen vett, illetve ön meglepetésszerűen vette észre, mert a nézők nyilván nem tudták, hogy mit vágtak ki belőle. Mondták nekem, tehát nem volt meglepetés, én mondtam, hogy nem értek ezzel egyet. Ja, úgy meglepetés, hogy mégiscsak kivágták. Igen. Tehát, hogy kivágtak az Orbán interjúból részét. Tehát itt azért több közös kapcsolat találtam. Nem akarom most a jelen történetet önre húzni, így, hogy ön is olyan, vagy ugyanebbe a sorba tartozik, vagy ugyanez a sorsa a karrierjében. Nem igaz, csak egész egyszerűen ott is volt egy kulcs Orbán Viktor személye. Tehát Orbán Viktorral készített ön egy interjút, újságíróként nem értett azzal egyet, teljesen jogosan azt gondoltam akkor is, most is, hogy egy rögzített interjúból valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifelé kivágdossunk részleteket. Ez már a Simicska éra alatt történt a Hír TV-ben. Most is ugye arról van szó, hogy állítólag Orbán Viktorral kapcsolatban kért valamit Simicska az emberektől, ami miatt ők felálltak. El tudja ezt képzelni egyébként, hogy... Én már akkor is mindenkinek elmondtam, és ezt én fontosnak tartom, hogy én nem akartam, hogy vannak már néhányan én újságírók, akik politikusok áldozataiként tudják magukat beállítani. Én akkor is nagyon tudatosan elmondtam, hogy nem Orbán Viktor rugatott ki a Hír TV-ből, ezért is fontos az, hogy ők nem akartak kirúgni. Nagyon fontos az, hogy én akkor ezt egy intézményi konfliktusnak láttam. Van egy politikus, aki kampányt csinál, van egy stáb, amely kampányt csinál, és van egy intézmény, egy tévé, amelynek megvannak maga érdekei. És ez egy intézményi konfliktus volt. Nem vesztem össze Orbán Viktorral, és nem nagyon fontos az, amit mondott, hogy Orbán Viktor volt ott is a szereplő. Nem. Egy intézményről van szó. Ugyanez a konfliktus, és ez nagyon fontos, de lejátszódott az életemben. Ugyanúgy szereplő abban a történetben, igen, de most is. Ugyanez az életemben lejátszódott Kunce Gáborral, lejátszódott Kulin Ferenccel, tehát nem igaz az. És ez nagyon fontos, mert amikor Orbán Viktorról van szó, mindenki elkezdi szerintem diabolizálni, ördögének lefesti. Orbán Viktor sem rosszabb egyébként, mint a magyar politikusi átlag. Nem igaz az, hogy csak ő vág meg interjúkat. Én nem azt gondoltam, hogy Orbán Viktor szólt oda, hogy vágjátok ki ezt vagy azt a mondatot. De azért fontos, mert ez egy intézményi konfliktus. Egyébként a Magyar Nemzet Simicska konfliktus is egy intézményi konfliktus. Van egy tulajdonos, és van egy csapat, ami azt mondja, hogy a tulajdonos által elképzelt irányvonalat nem vagyunk hajlandók végrehajtani. És őszintén szóval, ha már erről beszélünk,
nem tesz rosszat egy sajtónak, ha vannak ilyen lelkiismereti konfliktusok, mert ezek egy kicsit fölébresztik az embereket abban a tekintetben, hogy az újságírás az nem csak arról szól, hogy mindent megcsinálunk, amit a tulajdonos akar, tök mindegy, hogy most kinek van éppen ebben az ügyben igaza, és kinek mit mondott. Hogyne? Ez egy jó konfliktus. Hogyne, csak hogy ebben akkor most már a jelen helyzetben vagyunk. Tehát ebben a helyzetben akkor megnézhetjük, hogy milyen van Simicskának, és milyen van Orbán Viktornak. Tehát Simicska lapját, vagy ha Simicskának ugye köze volt a Magyar Nemzethez, még ha eddig annyira ezt nem is hangoztatták, tehát a Magyar Nemzetet nem Simicska Lajos miatt olvasták az emberek, vagy olvassák mind a mai napig az emberek, hanem nyilván amiatt az eszme miatt, ami Orbán Viktorhoz köthető. A Hír TV-t is, ha azt mondjuk, hogy valaki jobboldali érzelműként nézi, akkor nem azért nézi a Hír TV-t jobboldali érzelműként, mert annak Simicska Lajos a bármicsodája, tulajdonosa, akármicsodája, hanem Orbán Viktor ennek a jobboldali pártnak a vezetője. Tehát ez a háború, és erről is írt ugye a blogján, hogy ki nyerhet, ki veszíthet, szerintem már eldőlt. Milyen van Orbánnak, milyen van Simicskának? Ez érdekes volt, mert feltettem szavazásra a kérdést, és az olvasók szerint Simicska győzhet Orbán ellen. 57-40 valamennyi volt az arány, 40-valahány százalék mondta azt, hogy Orbán Viktor nyerhet ebben a dologban. Tehát a többség azt mondta, hogy Simicska nyerhet. Én óvnék attól, hogy ebben a konfliktusban is csak Orbánt lássunk mindent mögött. Szóval föl van fújva Orbán Viktor személye. Abban igaza van, hogy a nézők egy része Orbán Viktor miatt nézi a Hír TV-t, de most mondjuk nézhetik a Köztévét is Orbán Viktor miatt egyébként. Én nem egyszerűsíteném le a jobboldaliságot és a lojalitást Orbán Viktorra. Még akkor is, ha ma ez a divatos szó. Ez nem ilyen egyszerű. Szerintem Simicska Lajos ezért is van nehéz helyzetben, amikor újra kell pozícionálnia már ebben a helyzetben az intézményeit, mert amiről nem beszélünk, és amivel egyébként mindig kiverem a biztosítékot minden baloldali liberális körben, a jobboldaliak sűrűn szoktak bologatni, hogy a jobboldal, amit mi jobboldalnak hívunk, és amire azt mondjuk, hogy Orbán Viktor hívei, az egy nagyon plurális társaság, rengeteg fajta értékrend van benne, bizonyos értelemben sokkal plurálisabbak egyébként, az én személyes tapasztalatom szerint is, mint a baloldali liberális tábor. És ebből következően, amikor jobboldali terméket olvasnak, kulturális terméket, nem úgy van ez, hogy állandóan Orbán Viktor igazát akarják viszont látni. Tehát szerintem maga a konfliktus is azért kerülhetett erre sor, mert egyébként a jobboldaliakat is megosztja az orosz barátság, ha ez létezik, az Amerika pártiság, a szuverenitás. Tehát egyébként Orbán Viktor olyan dolgokban nyilvánít véleményt, amely ma a jobboldaliakat nagyon foglalkoztatja. Na jó, de hogyha egy jobboldali érzelmű embert felhív egy közvéleménykutató cég munkatársa, és ha most vasárnap lennek a választások, kiadná szavazatát, nem lesz olyan válaszadási lehetősége, hogy Simicska Lajosra. Tehát, hogy attól még a pártszimpátia, még a kérdésekben való egyet nem értés ki is alakulhat a jobboldalon, de a pártszimpátia és ezáltal a párt vezetővel való szimpátia azon meg fog maradni, nem? Azt akartam mondani, hogy ha Simicska Lajos csinál egy plurális lapot a Magyar Nemzetből, nem felejtve el azt, amilyen volt, de mindenfajta véleményt felszív és megjelentett. Ha a Hír TV egy izgalmas jobboldali tévé lesz, akkor azt nézni fogják. Akkor is, ha ő egyébként össze van veszve Orbán Viktorral, vagy mi legalábbis így tudjuk. Hát igen, de most akkor megint eszembe jutott, hogy ön megjárta a Hír TV-t, és azt mondja, intézményi probléma, én ezt abszolút elfogadom, mert eddig sem gondoltam azt, hogy Orbán Viktor telefonálgat, hogy gyerekek, ebből az interjú, ez a mondatom nekem nem tetszett. Vannak, akik ezt maguktól úgy vélik, hogy ez neki nem tetszene, és akkor így cselekednek. Na, ez nem tetszett önnek, hogy vannak, akik így vélik, és így cselekednek. Aztán ön, tehát Széles Gábor most felajánlotta a lelkiismereti okokból felálló embereknek, hogy menjenek az Echo TV-hez. Na, ön is az Echo TV-nél kötött ki, onnan viszont már Széles Gábor kirúgta. Tehát valahogy... Ő kirúgott. Na, tehát ott sem... Tehát, akkor avasson be minket a részletekben, hogy minek kell megfelelni. De ez nem... Igen, az is intézményi probléma? Igen, csak én itt nem szeretném... Tehát azért nekem a baloldali liberális sajtóban is nagyon komoly kirúgás szintű, vagy együtt nem működés. Tehát azért én a HVG-vel egy átírt Kunce interjú meg nem jelentetése miatt, ahol a HVG úgy döntött 97-ben, hogy nem jelentetik meg az eredeti interjút, amit Kunce stábja átírt, és ami egyébként semmiben nem felelt meg annak, ami elhangzott,
akkor a HVG úgy döntött, hogy nem publikálja inkább az interjút, mert ők nem fogadták, ők csak autorizált, tehát az alany által jóváhagyott interjút publikálták. A TV3-ban Balogh György vezetése alatt, amely egy baloldali liberális tévé volt, onnan is egy ponton túl kirúgtak engem, mert nem voltam hajlandó olyan módon kérdezni, ahogy szerintük kellett volna. Nem a jobboldali sajtó problémája ez, ez a magyar sajtó problémája. Uh-huh. És azért intézményi konfliktus ez, mert nincsenek is konfliktus kezelési módok erre. Én nagyon tudatosan el akartam kerülni ebben az interjúban, és nagyon tudatosan el akarom kerülni azt, hogy én legyek a hős, aki szembeszáll most ebben az esetben, ennek van a kontextusban Orbán Viktorral, Széles Gáborral, ezekkel a jobboldali akarnokokkal, akik le akarják nyomni a hülye ideológiájukat az embereknek a torkán, mert nem erről van szó. Én végigjártam a sajtó elég széles palettáját, mindenütt ugyanez a probléma. Az a baj, hogy Magyarországon... Sok helyütt, mondja inkább azt, hogy sok helyütt. Hát, ha hívna ide még néhány kollégámat, akkor széles palettáról mesélnék azt el, hogy... Azt elhiszem, hogy széles palettád, hogy mindenütt, azt nem, csak sok helyütt. Igen, de hogyha rendszerszerűen nézzük, akkor mindenütt, mert hogy bármelyikben benne van az a lehetőség, hogy az embernek föl kell állnia. Milyen lelkiismereti jogból fölállni? Hát az a megszabadító érzés. Milyen, vagy mire utal az a mondat ön szerint, hogy amit Bájer Zsolt írt, 94 óta gyakorlatilag Simicska Lajos tartotta egyben a Fideszt. Ezt nem tudtunk, senki nem tud másra gondolni, mint a pénzügyi háttérre. Na, persze. Ez egyértelmű. És akkor most is erről szól a dolog, hogy pénz van, ahhoz azért kellene hatalom is, vagy nem elég a pénz, hanem legyen hatalom. Tehát ha azt írja, hogy a blogjában, hogy 2010-ig Simicska kormányzott többségében ebben az országban, vagy 2010-től 2014-ig, tehát a második Orbán kormánya, és most Orbán Viktor szeretne kormányozni. Miért? Tehát ha eddig jó volt, neki, hogy Simicska kormányozok, most mi szeretne ők? Nem vagy, a politika erőviszonyokról szól. Tehát, nem tehetett mást? Nem tehetett mást. Neki azt... milyen nem volt? Pénze? Hát volt egy rendszer, amiben... Orbán Viktort mindenki úgy írja le, mint egy ilyen kőkemény pali, aki állandóan mindenkit lenyom a pályáról, és erre törekszik. Szerintem Orbán Viktor ennél sokkal verzatilisebb, sokkal gyengédebb, ha tetszik. Tehát tud kisebbségben lenni. Hosszú távú játékos, és az adott erőviszonyokat tudomásul veszi. 2014 után, amikor meglett a második kétharmad, az egy új helyzetet teremtett. Tehát azt írtam a blogomban, és ez Gyurcsány Ferenccel is megtörtént 2006-ban, a vízen járt. Azt csinálhatott, amit akart. Mert a politika ilyen, és ezt mindenki tudja, még Simicska Lajos, és hiába van nála a pénz, Puch László és Gyurcsány Ferenc konfliktusa nagyon hasonló. Gyurcsány azt mondta, Puchnak el kell mennie. Puch azt mondta, nem megyek. És aztán ebből rengeteg konfliktusa lett az MSZP-nek és Gyurcsánynak is, hiszen Puch nem csak a pénztárnok volt, hanem sok mindent meg is jelenített. Szerintem Simicska Lajos ennél egy kicsit korlátozottabb helyzetben van. Tud nélküle működni a Fidesz. És Orbán Viktor most vízen jár. Kétszer nyert kétharmaddal, történelmi győzelmeket aratott. A nép őt támogatja, most mindegy, hogy a választásra elmenők nem annyi, stb. Amit tudunk, ami világos. Számít, az az övé. Most övé a hatalom. Ami szerintem összevesztek, az az, hogy súlypontokat hogyan jelöljenek ki, és Simicska egyszerűen kiszorult. Hát ezek nagyon komoly súlypontok, nagyon nehéz ez a súly, azt gondolom, aminek most a pontjait át akarják helyezni. Köszönöm szépen, hogy itt volt.